36 évig nem zavart, akkor most se zavar. Pukcár Ádámné véleménye nem egyedi az ügyben az utcában. Az itt lakó szomszéd, aki nem volt hajlandó vállalni a szereplést, azt mondta, ők úgy jöttek, hogy ennek az utcának már akkor is komjátaladád volt a neve, és nincs oka változtatásra. A Magyar Patrióták Társasága mindezt másképp gondolja. Ők levélben kérték a kormányhivatalt a névváltoztatásra, aki az önkormányzathoz utalta a döntést. Hát, ha eddig jó volt, és eddig ott jól érezték magukat, akkor, akkor én nem gondolom, hogy ezen változtatni kellene. Komját Aladát költő több irodalmi alkotás szerzője, és az első világháború alatt a szocialista antimilitáns mozgalom tagja volt, és később az 1919-ben alakult írói direktóriumnak is. A város önkormányzata az akadémiához fordult állásfoglalásért, bár döntésük szerint nem kívánják támogatni a névváltoztatást. Bankoktól elkezdve a társadalombiztosító és adóhatóságon keresztül mindenhová be kell jelenteniük az új lakcímüket, tehát ez rengeteg idővel fog járni, ugyan tudomásom szerint nem kerül ez pénzbe, de hát akkor is rengeteg idő. A lakók azt mondják, először az ő véleményüket kéne kikérni az ügyben.